Sziasztok! Legutóbbi videómban ígértem, hogy még külön beszámolok arról, hogy én hogyan szoktam a rész buboréksapkákat, illetve rész tálcákat tisztítani a szezon végén, mert ez sokszor ilyen vallási kérdés a netes fórumokon, videókban. Nyilván mindenkinek megvan a tuti tipje, mint a halászléhez, vagy hasonló egyéb szent dolgokhoz. Nem állítom, hogy az enyém a legjobb módszer, de nekem eddig bevált működik. Ugyanis semmi extra nem kell hozzá. Az egyetlen dolog, ami ilyenkor szükséges, az egy liter víz, illetve étkezési citromsav. Én egy literbe mind a 100 g-ot be szoktam önteni, mint látjátok, kemény 205 forintba kerül. Jól elkavarva kezdődhet is a műsor. Ugye látjátok, hogy a buboréksapka, illetve a tálca is eléggé koszos lett, illetve oxidálódott a szezon során. Ennek a tisztítása ilyenkor a holt szezonban esedékes. Én semmi más nem szoktam csinálni, mint megfogom, és bedobom ebbe a citromsavas oldatba. Pár órát ott hagyom. Ugye azért kék színű a víz, mert egy sapkát már elmostam benne. Pár órát hagyom, kiveszem, kicsit eltörlöm, sima papírtörlőkendővel, aztán visszarakom még egy körre, és aztán újból kiszedve elöblítem folyóvíz alatt, és utána igyekszem minél gyorsabban megszárítani. A végeredmény az körülbelül itt látható, ugye, hogyha összevetjük a két sapkát, és a két tálcát egymáshoz képest, látszik, hogy mennyivel tisztább a most megtisztított példány. Gyakorlatilag semmi munkával megoldható, tehát a citromsavas oldat megcsinálja, amit meg kell tennie. A citromsavnak van egy olyan előnye, hogyha esetleg mégsem sikerülne tökéletesen elöblíteni, akkor a citromsav, mint étkezési alapanyag, nem veszélyes az egészségre, ha az valamiért belekerülne a pálinkákba, legfeljebb csak az ízét rontja el, de egészségre nem káros hatású. A másik javaslat, hogy ha nem vagy lusta, akkor igenis csavarozzad szét a buboréksapkát a tálcáról, külön öblítsd el őket, külön mossad le őket. Ha lusta vagy, vagy össze van forrasztva a sapka a tálcával, tehát az se gond, érdemi problémát nem fog okozni, mert ahonnét kell, onnét azért a citromsavas oldat leszedi, amit le kell. És hát a dolog másik nagy előnye, hogy ez a löty, ez arra is alkalmas, hogy a különféle koszos egységeket, mint például az üvegfelületek, amikre kicsapódik a gyümölcsöknek a viaszos héjából származó komponens, vagy ilyesmi, az gyönyörűen látjátok, hogy letisztítható vele, tehát egyetlen egy mozdulattal ki lehet mosni. Úgyhogy az összes felületet ezzel át lehet törölni, és akkor gyakorlatilag egy liter víz, egy 200 forintos zacskónyi citromsav, meg pár óra várakozás, és egy 10-15 perc munkával az egész oszlop összes alkatrésze, összes réz és üveg alkatrésze tisztára mosható, annyi, hogy ne felejtsük el utána tiszta vízzel előblíteni őket, és lehetőleg minél előbb megszárítani, akár radiátoron, akár szellős helyen, és gyakorlatilag rakhatjuk is össze a rendszer, és készen áll az oszlopos buborék sapkás pálinka főzőnk a következő szezonra.